Drónok, robotok, telefonnal irányítható eszközök már nem egy jövőben játszódó science fiction film részei, hanem a mindennapjaink természetes résztvevői. A technológiai változásokra, a robotikára pedig a szakképzésnek is reagálnia kell, mondja Dömötör Csaba. És jönnek a drónok például. Ugye most már olvasni arról, hogy drónok visznek ki csomagot. Drónokkal csinálnak területméréseket, közúti méréseket, különböző felvételeket. Drónpilóta kell hozzá, mert azt irányítani kell, hát annak szabályai vannak, azt tehát működtetni kell. És szakmák tűnnek el, jönnek az új szakmák, és nekünk fel kell készíteni a gyereket arra is, hogy az új szakmában hogyan tudja megállni helyét. A modernizáció, a tudományos újdonságok és a paksi atomerőmű bővítés pedig a szakképzést is teljesen átalakítja. Okos iskolákká formálódnak át a centrumhoz tartozó tagintézmények. Nem csak egy műszaki képzésről van szó, mert alapjában véve ugye biztosan az építkezéshez és utána majd a fenntartáshoz is és a működtetéshez is elsődlegesen műszaki emberekre van szükség. De hogyha azt mondom, hogy egy építkezésnél nagyon sok család fog ide költözni várhatóan, a mérnökök és a családostól jönnek, akkor ott mindent erősíteni kell, a szolgáltatási szektort is. És akkor itt belép a képbe mondjuk a szépészet, belép a képbe a kereskedelem, belép a képbe a logisztika és sok minden egyéb más, de akár a rendészet is belép a képbe. Tehát szakemberekre lesz szükség, és nekünk erre készülni kell. Azért itt a tavalyi évben, 19 végén, 2020-ban már mi olyan beszerzéseket indítottunk, amik ehhez a műszaki képzéshez adnak nagyon komoly hátteret. Okos termeket szerelünk fel, ahol az informatikai háttér egy olyan hátteret ad, ahol már nagyon sok mindennel tudnak a fiatalok tapasztalati úton is dolgozni. Tehát próbálunk egy picit az okos iskola irányába mozdulni, hiszen nagyon sok okos eszközünk van. Ma már teljesen természetes, hogy okostelefonnal irányítjuk a klímánkat, vagy éppen a fűtésünket, ám ezen eszközök használatára is meg kell tanítani az embereket. El kell menni egy picit ebbe az okos világba. Cserélni fogják várhatóan a mérőóráinkat, a vízmérőket, az elektromos mérőket. Már ilyen távhőszolgáltatásban már működik, hogy nem megy be a lakásba a mérő eszközkezelő kollega, hanem az utcáról ugye egy rádiójellel fogja azt a kisugárzott másik jelet, és akkor onnét tudja, hogy mekkora volt a fogyasztás. Most ugyanezzel indul egy mondjuk egy vízóráknál, egy villanyóráknál, és így tovább, akkor oda kellenek szakemberek. És akkor mi már erre próbálunk készülni a jövőt tekintve, hogy adjunk a tanulóinknak olyan kicsi pluszokat, amik ehhez lesznek jók, majd ehhez lesznek szükségesek. A Tolna megyei szakképzési centrum is követi a változásokat. Legutóbb egy gyártás szimulációs eszközhöz jutottak hozzá. Egy pályázatban dolgozunk, ahol egy ipar 4.0-ás komplett gyártósori szimulátort fogunk várhatóan ebben az évben kapni. Dolgozunk azon, hogy az autós képzések tekintetében megfeleljünk az elmobilitási követelményeknek, tehát a tanulóknak tudni kell az elektromos autókkal is foglalkozni valamelyest. Ezzel kapcsolatban ugye nagyon fontos nekünk megint csak Paks, mint önkormányzat és mint Paks városa is, ahol ugye ennek most már komoly lehetőségei is vannak. Tehát, hogy nekünk nagyon sok ilyen dolgunk van, és akkor ebben próbáljuk a beszerzéseinket, a fejlesztéseinket is abba az irányba vinni, hogy így tudjuk megtámogatni a képzéseket. És akkor így ugye mi folyamatosan csatlakozunk a műszaki képzésekkel, meg a szolgáltatással is Pakshoz. Nem csak az eszközök megismerése, hanem azok éles helyzetben való használata is fontos része az oktatásnak. A duális képzés éppen ezt a célt szolgálja. A diákok az iskola partnereinél munkaszerződéssel végzik feladataikat, amiért bért kapnak. Így a gyerekek, ha bekerülnek egy céghez, már a tanulmányik alatt azért egy más cégkultúrát, tehát a cégkultúrát jobban magukba tudják szívni, jobban be tudnak illeszkedni. Ha az adott cég lát fantáziát a gyerekben, mert azt látja, hogy nagyon ügyes a keze, jól dolgozik, jó a hozzáállása, jó a munkabírása, szívesen van ott, akkor nyilván ők szívesen alkalmazzák majd. Ezen újdonságok pedig a szakmák megítélésére is kihatnak. Így jön vissza a szakma presztízse, hogyha olyan lehetőséget adunk neki, mondjuk egy projektszemléletű oktatással, amikor már nem csak egy tananyagot
akarunk megtanítani és beleverni a kis fejébe, hogy már pedig ezt akkor is tudni fogod, hanem megpróbáljuk arra is alkalmassá tenni és képessé tenni, hogy az életében lesz sok pillanat, amikor váltani kell. Na, ez megint visszahozza a presztízst. Szóval ez egy nagyon hosszú folyamat, ezen indultunk most el, ennek az elején vagyunk, de azt gondolom, jó irányba megyünk. Ez a fontos.